Az elmúlt hetekben hatalmas volt a bizonytalanság az oktatási intézményekben, és maguk az óvodai iskolaigazgatók, valamint a tankerületi központ vezetői sem tudták megmondani, mi várható a következő hetekben. Marad-e a digitális oktatás, lesz -e nyári iskolai felügyelet, és a táborok ballagások sorsa is képlékeny volt. Szerda késő délután azonban a kormány hivatalos Facebook oldalán Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár bejelentette, megszülettek a tanévzárásával kapcsolatos döntések. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az óvodák és a bölcsödik vidéken május 25-től a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolások nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket, a nyár folyamán egy intézmény legfeljebb két hétre állhat le. Erre azért van szükség, mert a szülők szabadsága sok esetben elfogyott, dolgozniuk kell. A másik fontos kormányzati döntés, hogy az iskolák is kinyithatnak június 2. De a digitális standard június 15-ig érvényben marad, és a tanév hossza sem változik. Június 2-től engedélyezzük ugyanakkor az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Lehetővé válik a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása is. Az is fontos változás, hogy június másodikától valamennyi iskolában meg kell szerveznie az odajáró gyerekek felügyeletét. Külön feltételek és igazolások nélkül fogadni kell a tanulókat június 26-ig. A felügyelet már résztvevők számára június 2 és 15-e között elsősorban felzárkóztatás, június 16-a és 26-a között pedig a következő tanévre való felkészítés zajlik majd. De intézményi hatáskörben napközis táborok is szervezhetőek az alapvető járványügyek egészségügyi szabályok betartása mellett. Évzárok, ballagások is tarthatóak, de átgondoltan kevesebb részvevővel, jelentette be az Zoltán. A szexádi iskolákban jelenleg is zajlanak az egyeztetések, miként fogják ezeket a feladatokat megoldani a pedagógusok. Az igazgatók azt mondták, hogy sok függ attól, mennyi szülő kéri a gyerek felügyeletét, ahogy attól is mennyi tanulónál válik szükségesé a kis csoportos felzárkóztató foglalkoztatás tartása. Ezt azon tanulóknak szervezik, akik nem megfelelő módon vettek részt a digitális oktatásban. A ballagások és nyári táborok kapcsán még nem tudtak információval szolgálni az igazgatók.